Azért ennyire dilettáns eldöke már nagyon-nagyon régen volt az Amerikai Egyesült Államoknak. Tehát megráadásul az a legdurvább az egészben, hogy ezeket az állításokat, amiket mond, ezeket ellenőrizni lehet, hogy nem igazak. Tehát egy csomónál minden, mondjuk nyilván tudjuk a statisztikát, mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, de ettől függetlenül azért, amiket mond, hogy 12 ezer új munkahely, meg hogy 1,2 billió dollárral, vagy 2 billióval csökkentették az államadósságot. Igen. Ezek akkora hülyeségek, hogy ezt egyszerűen egy olyan ember, aki nem foglalkozik nap mint nap amerikai gazdaságpolitikával, vagy úgy egyébként, az is érti, hogy hát ez nem igaz. Szerda hajnalban tartotta évértékelő beszédét a washingtoni Kapitóliumban Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke, erre ugye kötelezi is őt az amerikai alkotmány. Vendégünk a témában is vonalban van, Rehák Rimaszombati Andrea, Deep Stage műsorvezetője, Hitrádió munkatársa és külpolitikai szakértője. Szia Andi, szeretettel üdvözöllek! Szia Szandra, és én is üdvözlöm a hallgatókat sok szeretettel. Gondolom nem kérdés, hogy figyelemmel kísérted Joe Biden évértékelő beszédét. Igen. Mennyire okozott neked meglepetést, örömöt, esetleg csalódottságot? Hát egyiket sem. Alapvetően a legutóbbi pár beszédét, hogyha nézzük, akkor nem túl nagy a szórás, tehát ugyanazokról a témákról beszélt. Inkább az volt a számomra érdekes, hogy hogyan reagáltak rá a republikánusok, mert ugye most az egész kongresszus előtt történt ez a beszéd. Igen, és ami már ugye inkább republikánus többségű. Igen, hát végül is a szenátus is ott volt, mert ugye ott voltak a képviselők, meg a szenátorok, meg ugye Kamala Harris, meg minden. Tehát ez most egy kicsit ilyen vegyes volt, ugye mindenki ott volt, és az a helyzet, hogy nem annyira tetszett a republikánusoknak egy csomó minden, amit mondott, és abszolút meg is értem. Na, ezt akkor mindjárt belemegyünk, hogy mik azok, amik nem tetszettek ugye a republikánusoknak. Én, ahogy így olvastam erről ilyen véleményeket, összefoglalókat, azt láttam, hogy az elején, ha minden igaz, nagyon próbálta hangsúlyozni a kétpárti együttműködést, és akkor erre még úgy tűnt, hogy nyitottak is a republikánusok, hiszen az elmúlt két évben is állítólag egy csomó mindent együtt szavaztak meg. Ez így igaz? Hát persze. Tehát ugye azt kell tudni, hogy azért az amerikai politika nem olyan fehér meg fekete, mint nálunk. Tehát a republikánusok azok nem egyértelműen konzervatívak, és a demokraták azok nem egyértelműen szélső balos liberálisok, hanem van egy csomó ügy, amiben mind a kettő, van demokrata, aki konzervatívabb irányba szavaz, meg van republikánus, aki meg demokrata irányba szavaz. És ugye pont erre appellált Biden is ebben a beszédben, hogy hát tudtunk együttműködni az előző kongresszussal, és akkor működjünk együtt ezzel is. És az a helyzet, hogy az előző kongresszusban többségben voltak a demokraták, azaz könnyebb volt együttműködni, mert csak néhány téma volt, ahol kellett mondjuk republikánusokat meggyőzni arról, hogy szavazzanak abba az irányba, ahova a demokraták akarják. Tehát ez... Most azért ez nehezebb lesz, nem? Lesz. Hát persze. Igen. De ez így jó is. És hogyha az ember így nézi közben, amikor beszéltet, például a Kevin McCarthy ül mögötte, meg a Kamala Harris, és a McCarthy nem is tapsol egy csomó olyan megszólalásnál, aminél a demokrata oldal két percig, tehát azért tartott 1 óra 15 percig a beszéd, mert ilyen percekig állva tapsoltak a demokraták neki, és eléggé, tehát látszik a republikánusok, a végén már be is kiabáltak a második felében, már nem bírták a bullshit-et, bocsánat, hallgatni, hanem egyszerűen már bekiabáltak. Ez amúgy mennyire is... szokványos, vagy nem szokványos az ilyen évértékelő beszédeknél szerinted? Hát nyilván ezek kicsit szabadabbak erre, de azért ennyire dilettáns eldöke már nagyon-nagyon régen volt az Amerikai Egyesült Államoknak. Tehát megráadásul az a legdurvább az egészben, hogy ezeket az állításokat, amiket mond, ezeket ellenőrizni lehet, hogy nem igazak. Tehát egy csomónál minden, mondjuk nyilván tudjuk a statisztikát, mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, de ettől függetlenül azért, amiket mond, hogy 12 ezer új munkahely, meg hogy 1,2 billió dollárral, vagy 2 billióval csökkentették az államadósságot. Igen. Ezek akkora hülyeségek, hogy ezt egyszerűen egy olyan ember, aki nem foglalkozik nap mint nap amerikai gazdaságpolitikával, vagy úgy egyébként,
az is érti, hogy hát ez nem igaz, és ráadásul az sem igaz, hogy ha felgyűlt egy csomó államadósság több száz év alatt, és ezt Trump egyedül meg háromszorozta, tehát ezt mindenki tudja, hogy Obama kezd, tehát Obamánál, meg már ugye a háborúkkal is elkezdődött ennek az államadóságnak a gigantikussá válása, és pont Joe Biden az, aki ezt elég jelentősen megnövelte, tehát azt mondani, hogy minden a Trump hibája, egyértelműen látszik, hogy nem, ez nem egy elnöknek az évértékelő beszéde, ahol mindenkit meg akarunk szólítani, hanem egy 2024-ben újabb elnökségre avanzsáló politikusnak a kampánybeszéde, vagy a kampányának az elindítása, és természetes, hogy ilyenkor az ember azon gondolkozik, hogy tényleg nem tudja, vagy nem szóltak neki, vagy nem érti, hogy szoktuk mondani, hogy a jogászok nem mindig értik a gazdaságpolitikát, de hogy most ő tényleg nem nincs annak tudatában, hogyha a 15. segítségcsomagot, milliárdos segítségcsomagot küldi Ukrajnába, hogy annak nincsen hatása, meg hogy úgy akarja növelni az egészségbiztosításnak az összegét, hogy közben nem nő az államadósság. Tehát ezek teljes dilettantizmusra utalnak, azt ugye nem akarjuk mondani egy amerikai elnökre, hogy direkt hazudik, de sajnos ez is benne van, mert tehát hogyha ennyire ostoba, annál talán még az is egy kicsit megnyugtatóbb, ha azt mondjuk, hogy hazudik. Igen, mert valóban a beszéde első fele ez erről szólt, amit gyakorlatilag most elmondtál, a hurrá politikáról, hogy milyen jól dübörög ugye az amerikai gazdaság, a legfőbb mutatók ugye milyen jól alakultak, az infláció is, és hát ha igen, csak ezt hallgatnánk, akkor el is hinnénk, hogy de jó Amerikának, de jól megy. De akkor ezek szerint nem ez az igazság. Hát persze, az infláció az olyan mértékű, hogy egyébként senki sem nyugodt tőle, és ő elintézte annyival, hogy ez a globális tendenciáknak köszönhető. Meg hogy az energiapolitikát azt az oroszok miatt, az oroszok miatt ment az egekbe az energia ár. De közben meg pont, hogy nem az oroszok miatt, hanem pont azért, mert hogy Joe Biden kihirdette, hogy az amerikai cseppfolyós gázt exportálni kell, vagy nem is Joe Biden, hanem az akkori amerikai kormány, és akkor ezen dolgoznak. És akkor tehát az energiárakat ők mesterségesen tolták az egekbe, azért, mert valószínű, hogy ott sem gondolták végig, hogy nem csak az lesz ennek a következménye, hogy nem lesz gáz meg energia Európában, hanem hogy Amerikában se lesz, mert ugye korlátozott mennyiségű van a piacon. Tehát úgy tűnik, mintha az amerikai kormányban egyáltalán senki se értene a gazdaságpolitikához, és az, hogy 40 éve, vagy akár nem is tudom, akár 50 éve is már, sőt, mondhatjuk két generáción keresztül nem volt ilyen mértékű infláció Amerikában, nincsen róla történelmi tapasztalatuk, hogy kell kezelni. És így próbálnak valamit tenni, de pont az ellenkezője megy tőle, és akkor azt mondani, hogy csökken az infláció. Hát igen, a németek is manipulálják a saját számaikat, hogy úgy tűnjön, meg nem számolunk bele ezt, meg nem számolunk bele azt, és akkor tényleg olyan, mintha nem lenne annyira durva, de ha őszinték vagyunk, akkor mindenhol kétszámjegyű sajnos. Igen, hát ugye pont most jöttek meg a magyar friss inflációs adatok, ha jól tudom, 25,7%-os volt a januári, borzalmas, de mindegy, most erről ne beszéljünk. Igen. Most akkor túl a gazdaságon, ami nyilvánvalóan nagyon érdekli az amerikaiakat, például a közbiztonság helyzetéről, vagy a migrációról beszélte az elnök? Hát persze, a migráció ugye egy olyan pont, amivel kapcsolatban rengeteget támadják, mert se ő, se Kamala Harris nem vette a fáradtságot, hogy lemenjen a déli határa, ahol ugye folyamatosan óriási problémát jelent a bevándorlás. És ugye most van ez a nagyon vitatott 42-es irányelv, amit még Trump hozott a Covid alatt, annak az a lényege, hogy mindenkit az egészségügyi helyzetre tekintettel azonnal ki lehet toloncolni az országból, kérdezés nélkül, és ugye ez a Covid lezárása után, vagy ahogy kinyilvánították, hogy nincsen már Covid, ezt nem vonták vissza. De ugye ez ilyen átmeneti rendelkezés, ami elvileg kifutott volna, hogyha a déli államoknak a republikánus kormányzói nem támadják meg ezt a bíróságon, mert ugye ők állítják, hogy egyébként pedig a falat, amit a Trump felhúzott, és Bidenék aztán lebontottak, nem lehet pótolni, de legalább akkor ez a kezükbe marad, ez a lehetőség, hogy nem kell befogadják azokat, akik illegálisan érkeznek,
és akkor a legfelsőbb bíróság előtt van jelenleg ennek az ügynek a döntése, és meglátjuk, hogy talán júniusig addig érvényben marad ez a Title 42, de ugye ez ő szerintük ott is mindent jól csinálnak, meg ugye beszélnek róla már, hogy van ez a fentanil járvány, tehát ez a fentanil, ez egy szintetikusan előállított drog, ami sokkal erősebben addiktív, mint a heroin, és ez óriási mennyiségben érkezik Mexikóból. Ugye a Fox News-on beszéltek róla rengeteget, hogy ezt eddig úgy csinálták, hogy a kínaiak ilyen levélben, tehát a papírra ráaplikálva ezt a port beküldték az Egyesült Államokba, de ugye ez egy csomó költség, meg nehéz is, és most már, hogy a határon nincsen szinte semmilyen határvédelem, így Mexikóba kell küldeni, és Mexikóból a drogkartellek simán behozzák a déli államokba, és ugye óriási tömegben válnak arra felé, meg ugye terjed az egész országban, és ez már elvileg durvább, mint az ópiát járvány, ami ugye megint csak elég durva. Tehát erről is beszélt, és akkor ilyenkor kezdtek el kiabálni a republikánusok. Mert igazából ő az, akinek a politikája azt eredményezi, hogy ez egyre rosszabb, és akkor ezt úgy beállítani, mintha ő megoldást keresne, meg minden, tehát ez ilyen, szóval egyszerűen, hogyha most azt vesszük, hogy nem egy szenilis bácsi, akinek már tényleg el kellene menni nyugdíjba, hanem tényleg egy politikus, aki valóban a gondolatainak, meg a képességeinek a teljes birtokában állít egy ilyet, az egy hihetetlen, olyan hihetetlen arcátlanság, hogy ezt nem lehet elmondani. Szóval az a csoda, hogy csak ennyire akadtak ki a republikánus honatják. Igen. Amiről még lehetett hallani, hogy a nemzetközi helyzetről elég kevés szót ejtett, tehát így az ukrán-orosz háborúról is, és sokan amiatt is kritizálták, hogy ezeket a bizonyos rejtélyes kínai ballonokat csak a beszéde végén hozta szóban. Ennek mi lehet az oka, hogy most így a nemzetközi helyzetre nem nagyon akart reflektálni? Hát csak tippem van, én szerintem az lehet a gond, hogy ugye most ezen a területen rengeteg támadás éri Biden, mert ugye pont ezek a nemzetbiztonsági, meg a titkosított dokumentumok, amiket mindenhol, ahol csak megfordul, lehet találni, ezek már önmagában, tehát mind Kínával, Ukrajnával, meg Iránnal foglalkoznak, tehát ott már ez lehet látni, hogy külpolitikai témákban van érintve. Ugye mindenki tudja, hogy Hunter Biden jövedelmének egy jelentős része az Kínából, meg a kínai állami cégekkel való bizniszből származik, és ugye ebben nem akarnak jobban belemenni. Ráadásul az, hogy ez a kémballon, ez elvileg úgy érkezett, hogy nem vették észre, tehát egy csomó ideig nem látták, meg közben már nem ez volt az első valószínűleg, tehát ebben úgy tűnik, hogy azért van még hiányossága a nemzetbiztonsági rendszerekben. Ez ugye, és ő neki az volt a válasz, amikor felrótták neki, hogy nem lőtték le rögtön, hogy ön meggyőzték róla a szakértők, hogy várják meg, amíg a tenger fölé ér a ballon, igen, de közben meg a tenger fölött meg nem találják a részeit. Tehát az egész nagyon furcsa, mert ugye a kínaiaknak, ha belegondolunk, nem kell ilyen ballonokat beküldeni, hogy kémkedni tudjanak. Ugye az összes Kínában gyártott elektronikus berendezés az mind tartalmaz valamiféle olyan eszközt. Hát meg talán a TikTok is állítólag. Nem? Hát a TikTok a legjobb, meg ráadásul ott gyanútlanul amerikaiak milliói adják, igen, meg a személyes adataikat, tehát nem kell, hogy a kínaiak ilyen ősrégi módszerekhez folyamodjanak, ugye? Ennyire feltűnően próbálkozzanak, hanem ez lehetséges egyébként, hogy ugye most a következő lépcső az lesz, hogy fejlesztik majd a kém műholdakat, meg azokat a műholdakat, amelyeket arra lehet majd használni, hogy amikor detektálnak egy ilyet, akkor direktbe tudják kiiktatni, és ugye ez eddig azért nem volt ennyire explicit kimondva, hogy olyan műholdakat is kell telepíteni, ahonnét már lehet, tehát mint az amerikai filmekben, hogy ki lehet lőni ezeket a kém műholdak, vagy ezeket a kémballonokat. Tehát valószínű, hogy ez egy ilyen ugrás lehet a következő védelminek nevezett fegyverkezési lépésben, vagy versenyben. Tehát nem beszél róla, mert elég ciki, tehát nagyon kínos ez az egész most. Én nekem az a véleményem, hogy őt ezzel próbálják úgy olyan szinten diszkreditálni, hogy ne tudjon indulni, aminek az a lényege, hogy ha most, mert ugye olyan káosz van, hogy
senki nem vállalja a demokraták közül, hogy átvegye a helyét, mert egyébként már most el lehetne küldeni impeachmenttel nyugdíjba. Kamala Harris sem? Hát Kamala Harris nem vállal, tehát azt mondják róla a demokraták, így a Fox News meg az egyéb portálok szerint, hogy vállalhatatlan, tehát még sokkal rosszabb, mint Biden, és nem tudják. Tehát Kamala Harris-t, ha meghallgatod, egyébként szinte fizikai fájdalmat okoz a beszédeit hallgatni. Olyan panelekben beszél, hogy nem lehet érteni, hogy miről akar egyáltalán, mit akar mondani. Tehát olyan barokk körmondatokat írnak neki, hogy szerintem így a felénél elveszti ő is a fonalat, és így nem nagyon lehet érteni, hogy egy adott kérdésre, amire igen, nem a válasz, miért kell 5 percig beszélni. Tehát nagyon vállalhatatlan a Kamala Harris is, ráadásul nincsen benne politikusi tartás sem, tehát szóval nem egy jó jelölt, és most arra, szerintem arra megy ki, hogy ezek húzzák ki már ezt a másfél évet, ami hátra van. Az utolsó pillanatban majd indul egy impeachment, hogy ne lehessen jelölt Joe Biden, és akkor megjelenik majd valaki, akit már valószínűleg készítenek fel rá, hogy indul átvegye majd a az jelöltállítón, igen, és vagy mondjuk egy Ron DeSantis-szal szemben tényleg tud valamit letenni az asztalra, mert a többi demokrata jelölt is elég nevetséges volt a legutóbbi jelöltállítón, és az a helyzet, hogy itt most szerintem már ezen dolgoznak a demokraták, és próbálják, azért engedték, hogy például a kongresszusban lehessen republikánus többség, nem teljesen mindenhol vették át a republikánusok, hanem csak egy törvényhozó testületben, mert ugye már erre készülnek, hogy majd a következő választáskor mi lesz, de hát és kérdés, hogy Joe Biden mit akar? Most akar-e újrázni, vagy sem? Hát ő szerintem biztos, hogy akar újrázni. Tehát itt a 80 pluszos bácsiknak a versenye az, ami mostanában már az amerikai elnökválasztást fémjelzi. Tehát ugye Trump is alig fiatalabb egy évvel talán, mint Biden. Bernie Sanders még a Bidennél is idősebb. Csak az a különbség Biden meg a másik kettő között, hogy a másik kettőnek még teljesen jól működik a kognitív rendszere, tehát még abszolút értelmesen tudnak beszélni. De Trumpot is, tehát ez a Mar-a-Lago-i házkutatás, ez mind arra megy ki, hogy olyan szinten hiteltelenítsék el az emberek előtt, hogy ne vállalja be a pártja, hogy indítja. Tehát Trump már bejelentette, hogy indul, már megy a kampány, és Biden is elméletileg, ugye voltak már neki ilyen megnyilvánulásai, hogy ő akar indulni jövő a következőnél is, tehát ezt jogilag kell ellehetetleníteni, mert hogyha a most hivatalban levő elnök indul, akkor a jelölt állító dolgok azok nem annyira szabadok, tehát akkor nagy valószínűséggel újra ő fog indulni, és ezt pedig most tehát mindent elkövetnek, hogy valahogy törvénytelenné tegyék a számára. Hát meglátjuk, ugye sokan azt várják, hogy majd most az évértékelője után fogja bejelenteni Joe Biden a szándékát, hogy akar-e 2024-ben is indulni, beszélünk majd róla. Nagyon szépen köszönjük, Andi, hogy a rendelkezésünkre álltál, minden jót kívánunk neked, szia! Én is köszönöm, nektek is minden jót, sziasztok!